Nagykanizsára ugyan még nem, de a megyébe már megérkeztek az első gólyák. A Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja javarészt önkéntesekkel végzi a munkáját, így a számlálást, megfigyelést is. Ebben az időszakban a civilek sokat segíthetnek az egyesület tevékenységében. Ilyenkor tavasszal is ilyen időszakban még érdekesebb, várják már az emberek a tavaszt, a gólyákat, lehet őket figyelni, valamint minden évben a fészkelési időszakban számoljuk a megyében, de országosan is a fiókákat, melyik fészekbe hány fióka volt. Ezeket le lehet adni akár az egyesületben, írásban, szóban, telefonon, de van egy gólya honlap is, egy országos gólya honlap, amelyre valaki bejelentkezik, akkor az ott fészeknek az adatait személyesen és interneten keresztül feltöltheti. Ez is egy nagy segítség, hiszen az önkéntesek végzik ezt a munkát.